Percenként 50 ezer forintot lopnak el a kiberbűnözők, már a mesterséges intelligenciát is segítségül hívják. Több lehet a kullancs, az enyhe telek miatt nem pusztulnak el a vérszívók. A bábú megszólal, Anna Margit festőművész életművét mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Új módszerekkel próbálkoznak a kiberbűnözők. A bankok nevében küldött adathalász e-mailek mellett már a mesterséges intelligenciát is segítségül hívják, hogy megszerezzék az ügyfelek pénzét. A jegybank többek között azt várja a pénzintézetektől, hogy blokkolják a csalók bankszámláit, szigorítsák az ügyfélazonosítást és a kifizetési eljárásokat. Emellett a visszaélések számának csökkentését célzó kiberpajzs program is folytatódik. Azt hitette el velem, hogy az én segítségemre szorul maga a bank. Egy károsult beszélt ebben a videóban arról, hogy hogyan vált online csalás áldozatává. A bűnözők a bank nevébe hívták fel a férfit. Azt mondták neki, hogy gyanús tranzakciókat észleltek a számláján, ezért arra kérték, hogy lépjen be a banki felületére. Ezt követően letöltettek vele egy olyan programot, amely távoli elérést biztosít, majd rácsatlakoztak a számítógépére. Így a férfi bankszámláján lévő teljes összeget meg tudták szerezni. Bár tavaly év végén 36%-kal csökkent a hasonló átutalásos kibercsalások száma, a bűnözők így is percenként 50 ezer forinttal károsították meg az ügyfeleket. Az év végével hasonlóan azt látjuk, hogy kisebb visszaesés történt az ügyfélpanaszoknál, és a pénzügyi békéltető testülethez forduló vitarendezési kérelmeknél is. Tehát ezt, hogyha onnan nézem, akkor ez a félig teli része a pohárnak. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy a bankkártyás digitális visszaélések száma az tovább nőtt, és azt is, hogy a kibercsalásokkal kapcsolatos különböző mutatószámok, tehát a károk volumene, az esetszám, az ügyféljelzések még mindig jóval magasabbak, mint a két évvel ezelőtti bázisérték volt, és a mi megközelítésünk ezzel kapcsolatban az, hogy egy is sok. Tavaly több mint 40 ezer csalási kísérlet történt Magyarországon. A bűnözők már nem csak a szolgáltatók nevében küldött e-maileken keresztül próbálják megszerezni a bizalmas banki adatokat. A mesterséges intelligencia használatával a csalók akár online hiteleket is fel tudnak venni mások nevében. A legújabb konstrukció az, hogy a hangot és a képet hamisítják mesterséges intelligencia segítségével. Hát a mi hangunkat, a mi arcunkat meg tudják hamisítani. Egy banki azonosításnál lehet, hogy én vagyok ott, de mármint képben én vagyok ott, de valóságban nem én vagyok ott. Ha hangalapú az azonosítás, akkor lehet, hogy az nem az én hangom. Tehát erre mindenképpen készülni kell, hogy ezt is milyen technológiával lehet kezelni. A szakemberek szerint a legfontosabb továbbra is az, hogy az ügyfelek ne adják ki a legérzékenyebb banki azonosítóikat és jelszavaikat. Hogyha hívnak minket, tegyük le és hívjuk vissza a bankunkat, tehát ne kezdjünk el beszélgetni egy visszaélővel, hívjuk vissza a bankot, akkor ki fog derülni, hogy valóban a bank keresett minket, vagy pedig valaki más keresett. Rengeteg hamis SMS-t, e-mailt kapunk a valós SMS-ek és e-mailek között. Nagyon körültekintően nézzük meg, hogy mi van benne, és ne kattintsunk mindenféle linkre, amit ezekben találunk. A kiberbűnözők elleni hatékony fellépés érdekében a bankok folyamatosan fejlesztik saját informatikai rendszerüket. Emellett folytatódik a kiberpajzs program is, amely már 10 intézmény és érdekvédelmi szerv összefogásával segíti az ügyféltudatosság erősítését. Új támfalat építenek a 12. kerületben, a Névtelen úton. A fejlesztésre az út megtámasztása miatt van szükség. Az egyre gyakoribbá váló villámárvizek ugyanis óriási problémát okoznak. A beruházás várhatóan június végére készül el. Kábítószer hatása alatt jogosítvány nélkül vezetett egy taxis Budapesten. A férfi egy rendőrségi akció során bukott le. A BRFK munkatársai két nap alatt 166 taxisofőrt ellenőriztek. Volt olyan sofőr, aki az előre meghatározott tarifánál jóval többet számlázott, menet közben átváltotta az órát, hogy az a végén magasabb összeget mutasson. De olyan fuvarozó is akadt, aki nem hitelesített taxiórát használt. Többen pedig a közlekedési szabályok megsértése miatt kaptak bírságot.
Hát csak kevesebb, mint egy hét maradt a gépjárműadó befizetésére. A közterhet április 15-e évfélig kell befizetni az idei évtől már egy összegben. A NAV szerint azért volt szükség a szabályok egyszerűsítésére, mert az ügyfelek nagy részénél a kétszeri fizetés gondot okozott. Vagy elfeledkeztek a második részletről, vagy duplán fizettek. Aki a banki átutalást választja, annak az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetnie a közleményrovatban. Több lehet a kullancs, az enyhetelek miatt ugyanis nem pusztulnak el a vérszívók, ráadásul hosszabb ideig maradnak aktívak. A kullancsokkal kapcsolatban több tévhit is él az emberekben, ám a különböző szakértő oldalakon mindenre megtalálják a helyes megoldást. Ha valakire kullancs csakaszkodik, akkor például nem szabad zsírral vagy valamilyen kenőccsel bekenni, abban reménykedve, hogy a parazita kitolat, ugyanis éppen ekkor kaphatjuk meg tőle az esetleges fertőzést. Az is téves információ, hogy ha a tél során kemény mínuszok vannak, akkor a kullancsok elpusztulnak. A szakértők szerint az a valóság, hogy akár mínusz 20 fokos telet is túlélnek, hiszen nagyon sok ezer évük volt, hogy alkalmazkodjanak ehhez a klímához. Ráadásul a klímaváltozás tovább javítja az esélyeiket. Ám ahhoz, hogy megértsük, miként hat a felmelegedés rájuk, kell némi információ az ökológiájukról. A kullancsok az életük nagy részét nem az emberen vagy az állatokon töltik, hanem kint a természetben. Tehát egy kullancs általában 6-7 éven keresztül is élhet, ami meglepően hosszú egy ízelt lábúhoz képest. Most ebből az időszakból ő 1%-ot tölt körülbelül vérszívással, tehát éveket tölt tulajdonképpen a természetben. És azzal, hogy ő kint van a környezetben, ezzel nagyon erősen ugye ki van téve a környezeti hatásoknak. Ha belegondolunk egy korábban érkező tavaszi időjárásba, ez úgy hat rájuk, hogy ugye eleve a fák, a bokros növények, a lágyszárúak hamarabb fognak elkezdeni szárba szökkenni, virágozni, stb. A rovarok, vagy a ráépülő ugye növény és rovarfogyasztó húsevő állatok szintén hamarabb aktivizálódnak. Most ezek ugye a gazdái a kullancsoknak. Tehát ebből következik az, hogy februárban már, amit még téli hónapnak könyvelünk amúgy el, egészen nyugodtan találkozhatunk kullancsokkal, és egyre korábbra fog toródni ténylegesen az aktivitási periódusa a kullancsoknak. Normális esetben, azaz a téli mínuszok esetén a kullancsok elbújnak az avarban, a föld alatt, vagy a fakéreg védelmében vészelik át a hideg évszakot, és csak jóval később aktívak. Ám a felmelegedés lehetővé teszi számukra, hogy alig kell elbújniuk. Hosszabb ideig aktívak a paraziták, és ez a számukat, vagyis egy-egy terület kullancs fertőzöttségét is befolyásolja. Azzal, hogy megnő ez a vegetációs időszak, tehát a kullancsoknak is az aktivitási periódusa, természetesen többet fognak tudni ők is utódot létrehozni. Kitolódik az az időszak is, amíg ők vért szívhatnak, tehát hamarabb tovább fejlődnek a következő fejlődési alakba, és majd a nőstény hamarabb is többször fog tudni petét rakni. Tehát egy nőstény ugyan egyszer rakhat az életében petét, viszont hogyha több generáció is rövidebb idő alatt végbe tud menni, természetesen akkor nőni fog a szárnyat számú. Ez alól Magyarországon egyetlen kivétel van, az Alföldnek az a része, amelyet az elsivatagosodás veszélye fenyeget, éppen az életkörülmények romlása miatt csökkenhet ott a kullancsok száma. A hazai parazita populációt egyébként olyan fajok is színesítik, amelyekről még a kutatók is keveset tudnak. Ezek az úgynevezett téli kullancsok, amelyek nem alszanak téli álmot, sőt, ők éppen télen aktívak. Ez egy olyan faj, ami körülbelül ilyen október tájéken kezd el aktívvá válni, gyakorlatilag lecseréli a közönséges kullancsot az erdeinkben, és aztán egészen február-márciusig megfigyelhető viszonylag nagy számban, akár egyébként ilyen 1-2 fokos hőmérsékletben is. Szerencsére emberben ez ritkábban szív vért, viszont vannak kórokozók, amelyeket ez is terjesztett, tehát figyelemmel kell lennünk, akár egy téli kirándulás során is, hogy kullancs lehet bennünk. A kutatók eddigi ismeretei szerint a téli kullancsok a Lyme-kort ugyan nem terjesztik, de rikecia baktériumokkal megfertőzhetnek bennünket, amelynek következtében kiütéses tífusz, foltosláz és bozótláz is kialakulhat a szervezetünkben. Vízvezeték javítása miatt április 12-éig irányonként egy sáv járható a Szilágyi Erzsébet fasoron a Trombitás útnál. Az érintett BKK járatok a Nyúl utca megállóban egyik irányban sem állnak meg. Már lehet jelentkezni a nyári Erzsébet táborokba. A gyerekek Zánkán és Fonyódligeten 6 napos 5 éjszakás turnusokban nyaralhatnak majd június 23-ától. A táborokba az általános iskolák 7. évfolyamáig lehet jelentkezni. A turnusokra az eltábor.hu oldalon pályázhatnak az iskolák április 24-éig. Kurátori és tematikus tárlatvezetésekkel zár szombaton a Kiscelli Múzeum Divat és Város című kiállítása. A Pest-Buda és Óbuda Egyesítésének 150. évfordulója alkalmából összeállított tárlat összesen 250 viseleten keresztül idézi meg a főváros múltját. A kiállított ruhák az egyes korszakok társadalmi és kulturális változásait is jól tükrözik.
A kiállítás zárónapján a Kiscelli Múzeum épületének történetét is megismerhetik majd a látogatók. A Bábú megszólal, ez a címe a Magyar Nemzeti Galéria új kiállításának. A tárlaton Anna Margit festőművész legjelentősebb alkotásai láthatók. 50 évvel legutolsó kiállítása után most új szempontok mentén mutatja be a festőművész életművét a Magyar Nemzeti Galéria. Életműve nehezen sorolható be a képzőművészeti irányzatokba, leginkább a szürrealizmus és az expresszív látásmód jellemzi festményeit. A kiállítás kurátora, Kolozsvári Marianna elmondta, benne már elég korán kialakult egy kép a festőről, hiszen a képei között nőtt fel. Jó néhány kép a mi gyűjteményünkből, a kolozsvári gyűjteményből származik. Édesapám Kolozsvári Ernő volt Anna Margitnak az egyik első gyűjtője, úgyhogy ezek közt a képek közt nőhettem fel, és valóban volt bennem egy Anna Margit kép, teljesen másként láttam emiatt a művészetét. Anna Margit az Európai Iskola tagjaként több egyéni és csoportkiállításon szerepelt, és ekkor jelent meg műveinek alapmotívuma, a bábú, mint a történelem viharainak kiszolgáltatott ember jelképe. Művein gyermeki módon hatalmas fejjel ábrázolta bábúit, de nem csak festette, hanem gyűjtötte is őket. A babák nyújtottak neki annak idején társaságot, ezeket öltöztette, némelyiknek a haját is megnyírbálta, és itt minden tárgynak gyakorlatilag fontos szerepe van. Otthona tele volt ilyen bábokkal és népművészeti tárgyakkal. Ezek egy része ritkán szerepel kiállításon, köztük többet még sohasem látott a közönség. A művész egyszerre élte a magyar paraszti és a vallásos zsidó életét. Az első szekcióban ezt a korszakot ismerhetik meg a nézők, amikor férjével Álmos Imre festőművésszel harmonikusan éltek. 1944-ben azonban férjét megölték egy német koncentrációs táborban. Ezután festészete megváltozott. Az a tény, hogy elvesztette a férjét, illetve teljes családját, és átélte ezt a borzalmas, számunkra felfoghatatlan időszakot. Ez olyan mély rétegeket szabadított fel a lelkében, hogy kialakított egy saját festői képi világot, amelyet a bábuk uralma, hogy így fejezzem ki magam, jellemez. Ezek a bábuk, amelyek én úgy érzem, hogy a kiállításunkon megszólalnak, hiszen nagyon sokféle bábút láthatunk. Ezek a bábuk közvetítik mindazt az érzelmet, azt a tragédiát, azt a mort, azt a groteszk világlátást, ami az ő festészetét jellemzi. A többi szekcióban találunk még képeket a Biblia világáról, a női szerepekről és reflexiókról a történelmi múlt eseményeire. Az 50-es és 60-as években fontossá vált képein az abszurd humor és a gúny. A körülötte lévő világ problémáit banálisnak érezte, ezért saját alkotó világába zárkózott. Olyan sajátos világot alakított ki, például a babákkal is, hogy élő lényeknek képzelte azokat, és társalgott velük, és ugyanígy a festő elődök is, hát élő személyként, ha nem is hát valóságosan, nem esetben virtuálisan szinte élő személyként jelentek meg a számára. A kiállítás szeptember 1-ig látogatható a Magyar Nemzeti Galériában. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n, de követhetnek minket a Facebookon, a TikTokon, az Instagramon és a YouTube-on is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!